hogy hiszünk-e az asztrológiában, az mindenkinek a saját személyes kérdése és válasza. Az élet az számtalan olyan helyzetet teremt, amikor hinnünk kell. Hinnünk és bíznunk. Hinnünk és bíznunk például, hogy a vásárláskor nem kapunk mérgező ételt az élelmiszerüzletben. Hinnünk és bíznunk kell abban, hogy a tanáraink, a tanítóink, a tankönyveink, azok megbízható adatokat szolgáltattak számunkra. Nap mint nap bíznunk kell abban, hogy a hírolvasók és a hírszerkesztők azok nem kacsákat, nem mindenféle vad elképzelés szerinti híreket osztanak meg velünk, hanem megbízható, pontos hírforrásokat. Én az asztrológiával egész fiatal koromban kezdtem el foglalkozni. 17 éves voltam akkor, még nem is töltöttem be a 17. életévemet. Nagyon hamar rájöttem arra, hogy az asztrológia az a szónak nem abban az értelmében tudomány, ahogy ezt ma kezelik. Hiszen tessék csak belegondolni, hogy az orvostudomány is képes volt lemondani a humánum részéről, mármint abban az értelemben, hogy a humánumot, mint egy örökké változó karaktert kezeli, és ezért beidomította egy úgynevezett matematikai rendszerbe különböző laboratóriumi és egyéb mérhető eredmények közé. Ma minden ember általánosságban szed be gyógyszereket. Senkinek sem személyre szabott az úgynevezett gyógyszerelése. Nem abban az értelemben, hogy az orvos írja fel egy személynek, persze, de tessék csak belegondolni, és most nem akarok egyetlen gyógyszert se bántani, éppen ezért a legáltalánosabbat mondom. A kalmópirén dozírozása, csomagolása az általános. Ha bemegyünk egy patikába, mindenki megkapja ugyanazt az adagot, ugyanabban a dozírozásban. Tehát valójában olyan ez, mintha mindannyian egyfajta egyenköpeny szerint lennénk kezelve. Pedig nem így van, mert minden ember egy különleges világ, egy különleges csodája a teremtésnek. Nos, az asztrológián keresztül én ezt tapasztaltam meg, hiszen minden egyes horoszkóp, az az úgynevezett születési képlet, ami egy adott pillanat, adott földrajzi helyén létrejön, az ad egy olyan őszinte tükröt arról az emberről, amit egyértelműen másra nem lehet rámondani, ráfogni. De természetesen vannak általánosságok, hiszen mindannyian vagy nők vagyunk, vagy férfiak, mindannyiunknak van általános korunk, és bizonyos fajta statisztikák szerint még sok minden mást el lehet mondani, de azért mégis nagyon-nagyon balsejtelmű világ lenne az, ha az életünk csak a statisztikák szerint alakulna. Nos, minden évben, január elején vagy december végén az emberek elgondolkoznak azon, hogy hogyan tovább, és milyen módon tovább. Az asztrológia időminőségekben gondolkodik. Nem az időt méri az úgynevezett órai vagy egyéb időmérési értelemben, hanem az idő minőségét, az idő minőségének szimbolikus voltát. És ez a szimbolikus állapot, ez mint egy előrejelzi, hogy milyen kihívások elé áll a világ. Nem csak én, mint az egyes ember, hanem az egész világ, a 7 milliárd földön élő, jelenleg földön élő állampolgár, valamelyik országnak az állampolgára. Ez a 7 milliárd ember általánosságokban, és nem személyre lebontva, a következő kihívások elé nézhet 2016-ban. Mondom ezt abból az összefüggésrendszerből, amely az elkövetkezendő egy év bolygómozgásainak a úgymond lefordítása.
Ha végignézzük, akkor minden évben a Nap, a Hold, a Merkur, a Vénusz, és majdnem még a Mars bolygóra is azt lehet mondani, hogy nagyjából minden zodiákus jelen végigmegy, a Mars kivételével ez elmondható. Viszont kifejezetten különleges szempontokat jelentenek az úgynevezett lassú bolygók. A Földről nézve lassúnak mondható a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó. És ezek az égitestek azok, amelyek az idők nagyobb vonalait, nagyobb összefüggéseit mutatják. Ilyen nagyobb összefüggésben kell gondolkodnunk például, ha ránézünk az egész éves bolygó mozgására a Szaturnusz bolygónak. Ugyanis a nyilas jelben mozog, és ez nekünk, magyaroknak azért érdekes, mert a nyilas jelben létezik ez az ország. A nyilas jel fejezi ki szimbolikusan, ez magyarázza meg a jelenlegi és nagyjából az elmúlt 2000 év Magyarországát, hiszen Ptolemaiosz a Tetrabiblosz nevezetű művében leírja, hogy a Kárpát-medence a nyilas jelébe tartozik. Abban az időben, amikor még többet foglalkoztak az úgynevezett politikai vagy más szóval mundán asztrológiával, akkor ezt még jobban tudták. Sajnos ez a mundán asztrológiáról szerzett tudás, ez a ominózus alexandriai könyvtár felégetésével nagyjából elveszett. Megpróbáljuk a szilánkjait összeszedni, de valószínűleg sokkal precízebben és pontosabban tudták ezt a 2000 évvel ezelőtt élő vagy élt asztrológusok. Minden esetre maradjunk még egy picit az előző szaturnuszi állásnál. A Szaturnusz a nyilas jelen megy keresztül. Ez azt jelenti, hogy az egész emberiség számára előtérbe kerülnek filozófiai fogalmak, és különösen olyan filozófiai fogalmak, amelyeket a Szaturnusz bolygó szimbolizál. Miket szimbolizál a Szaturnusz? Például szimbolizálja a felelősséget. Vajon hány ember él ma a világon, aki akkor örül, ha kibújhat a felelősség alól? Tessék csak egy picit körülnézni, nem kell túl sokáig keresni. Aztán ugyanez a nagy helyzet a következetesség kérdésében. Kitűzni egy célt, és azt következetesen követni, elérni, ez is szaturnuszi analógia, szaturnuszi szimbolika. Aztán szaturnuszi szimbolika az is, hogy képes vagyok-e elengedni a bosszút, képes vagyok-e megbocsájtani, képes vagyok-e alázatot gyakorolni, képes vagyok-e a hálára. Nos, ezeket ebben az évben igencsak gyakorolhatjuk, illetve úgy is mondhatjuk, hogy ha nem gyakoroljuk őket, akkor a Szaturnusz szimbolikusan elintézi bennünk, hogy ez a tanulás másképp történjen, és az gyakran szenvedés árán fog történni. Hozzá kell tegyem, hogy soha nem kívülről kapjuk a szenvedést, a szenvedést mindig mi magunk okozzuk magunknak, például az elvárásaink által. Hiszen ha az elvárásaink nem teljesülnek, akkor nagyon gyakran az minket úgymond megvisel, és esetleg nehezen tudjuk ezt feldolgozni. Nos, a lassú bolygók között van még az Uránusz és a Plútó, ahogy az előbb mondtam. Az Uránusz és a Plútó bolygó az elmúlt években egyfolytában derékszögben állt a kosjelben és a bakjelben, aztán ez kezdett tágulni, most az év elején, az év első szakaszában ismét derékszögben vannak, úgyhogy az elkövetkezendő egy-két hónapban igencsak nehéz helyzetek teremtődnek. Milyen értelemben? Az Uránusz a kosjelben van, ami azt jelenti, hogy némelyek a saját szabadosságukban, a saját szabadságvágyukban, a saját elképzeléseiknek megfelelően úgy gondolják, hogy azt csinálhatnak, amit akarnak. És ez a fajta úgynevezett szabados felfogás, ez bizony komoly gondot okozhat azoknak az embereknek, akik a mérték, a belső etika, a belső morális szempontok szerint élik az életüket. A Plútó a bakjelben megy, a bakjelen megy keresztül, hogy úgy el tudjuk képzelni, hogy mi ez, milyen jelentőséggel bírhat a Plútó. A Plútó keringési ideje körülbelül 250 év, tehát 250 évvel ezelőtt járt a bakjelben.
Úgyhogy elég izgalmas ez a jelenlegi konstelláció, és mivel a bak az alapvetően a Földön a vezetést, a közgazdaságot, a gazdasági kérdéseket szimbolizálja, ezért ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon komoly átalakulás és átváltozás jelenik meg ezeken a területeken, hiszen a Plútó alapjában véve az átalakulás, a változás bolygója. Természetesen a görög mitológia szerint Hádészről beszélünk, és ez a Hádész, ez nem más, mint az alvilág ura. Tehát ez egyrészt azt is jelenti, hogy sok minden felmerül a sötétségből. Ami eddig sötétbe volt, az a világosságba kerül és látszani fog, tudni fogunk róla, illetve lesznek dolgok, amelyek elmerülnek, amelyek a sötétségbe merülnek, és amelyekkel nem nagyon tudunk majd mit kezdeni, mert el kell engednünk őket. Egy másik izgalmas kérdés még, hogy hol és merre járkál a Jupiter, illetve a Neptunusz. A Neptunusz a halak jelben jár, és elég hosszú időn keresztül a Szaturnusszal egy derékszögű fényszögben van, és ez teszi körülbelül augusztus hónapig, ami azt jelenti, hogy rendkívül sok a neptuni, úgymond analógiának megfelelő a félrevezetés, a kaotikusság, a zavarosság, a helyzetnek a nem megfelelő kezelése, és a Szaturnusz, amely viszont pont ennek az ellenkezőjét jelenti, az azt mutatja, hogy nagyon keményen meg kell tanulnunk egy adott helyzetet, és akár a világban számtalan olyan helyzetet kezelni, ami eddig nem került úgymond igazán górcső alá, és nem kezdték el főleg a felelős emberek kezelni. Természetesen ilyenkor mindig a vezetőinkre gondolunk, de mindig arra gondoljunk, hogy az, hogy hogy fogyasztjuk az elektromos áramot, az nálunk a saját lakásunkban derül ki először. Hiszen ha én képes vagyok felkapcsolni egy villanykörtét akkor is, amikor nappali fény van, vagy olyan fogyasztókat is használok, amelyekre éppen aktuálisan nincs szükségem, akkor bizony az az én felelősségem, az azt jelenti, hogy a Föld jelenlegi energiaforrásaira nem figyelek, nem tudatosan élek. Ugyanez a helyzet a táplálékunk felhasználásánál, a víz és egyéb értékeink felhasználásánál. Természetesen, ami kicsiben igaz, az nagyban is igaz. Tehát ugyanezt el lehet mondani, hogy vajon mely országok népessége az, aki pazarló életmódot folytat, és mely országok népessége az, aki, hogy úgy mondjam, fogához veri a garast, és megnézi, hogy mit és hogyan, vagy örül, ha egyáltalán van, amit a tejbe tud aprítani. Minden esetre ezek a komoly kérdések, ezek előtérbe kerülnek ebben az évben, és bizony akár komoly viták, nézeteltérések, és súlyosabb esetben harcok is a úgymond palettán vannak, a lehetőségek palettáján. Aztán itt van még a Jupiter, ami jelenleg a szűz jelben van, és a Jupiter számára a szűz az a megcsúfolás jele. A törvényes, etikus, a morális, az emberi, úgymond jogi szempontok, azok jelen pillanatban háttérbe kerülnek. A jog megcsúfolása folyik jelenleg, és ez nagyon sok helyen a világon így fog történni az elkövetkezendő egy évben. Egészen addig, míg a Jupiter át nem megy a mérlegbe, és ezt majd a nyár végén fogja megtenni, amikor is a mérleg jel számára, az azt jelenti pont, a mérleg, gondoljunk Justitia serpenyőjére, hogy igen, elérkezik majd az, amikor aztán végül is a jog, az igazság, a törvény előtérbe kerül, sőt, tovább megyek, a Jupiter és a Szaturnusz, melyek ebben az évben, különösen az év első felében derékszögbe kerülnek egymással, az aztán az év második felének, főleg a karácsony felé terjedő időszakában a Jupiter és a Szaturnusz végre kibékülnek és kiegyeznek egymással, remélem nem csak az égen, hanem a lelkünkben és a szívünkben is. És aztán hát lesz az évnek egy igencsak
nehéz szakasza. A legnehezebb szakasz az, az évben a májusi-júniusi hónapokra tevődik, amikor az égen a Jupiter, a Szaturnusz, a Neptunusz és a éppen gyors égitestek, tehát gondolok itt a Napra, a Merkurra, a Vénuszra, egy teljes derékszögben állnak. Ez azt jelenti, hogy az életünk talán ez évi értelemben vett legnehezebb szakasza erre a hónapra tevődik, azokat az embereket érinti kifejezetten, akiknek a születésnapja e körüli időszakban, tehát a májusi, júniusi időszakban van. Nos, minden esetre azt lehet mondani, hogy 2016 nem lesz egy könnyű év, de érdekes még itt azt is, majd esetleg a márciusi kalendáriumban visszatérek erre, hiszen csillagászati szempontból az évkezdet az mindig március 21-e, illetve 20-a, mostanában gyakran már inkább 20-a, amikor a nap eléri az egyenlítőt, és ezáltal meccésibe kerül a tavaszponttal találkozik, tehát az egyenlítő és az úgynevezett látszólagos nappálya meccésbe kerül egymással. Nos, onnantól kezdve a Mars bolygó éve kezdődik, igazában véve, hogy mit kell ezzel kapcsolatban látni és tudni, az elsősorban attól függ, hogy hogyan áll a Mars ebben az időszakban. Tehát hogyan áll a Mars bolygó 2016. március 20-án és 21-én. De addig még a Jupiter éve tart, hiszen az előző időszak, tehát a 2015. márciustól 2016. márciusig terjedő időszak az a Jupiter éve volt. Mondanom sem kell, hogy a Jupiter nem áll túl jól ebben az évben. Éppen azért mondhatjuk, hogy egy picit hát nehéz a helyzet. Mivel mi eleve jupiteri emberek vagyunk, hiszen a nyilas jelet az asztrológia a Jupiter jelének tartja, ezért ez különösen fontos, hogy nekünk márciusig elég nehéz helyzettel kell minimum szembenéznünk, sőt fokozott értelemben nehéz helyzettel. Minden esetre a legfontosabb, hogy legyünk sokkal nagyobb lojalitással egymás iránt. Próbáljunk meg végre elnézőbbek lenni a másik ember felé. Próbáljunk meg végre mi magyarok összefogni, összetartani. Óriási lehetőség egyébként az, hogy a Szaturnusz a nyilas jelen megy keresztül. Ez 29 évben mindig egy nagyon komoly lehetőséget adott a nemzetnek. Csak mondanám, hogy 1956-ban például a Szaturnusz a nyilas jelében járt. És még sorolhatnék egy pár évtizedet visszafele menve, hogy mikor járt a Szaturnusz, de talán az egyik legjellemzőbb éppen az, hogy 56-ban is összefogott a nemzet, vagy legalábbis megpróbált összefogni. Most is hasonló helyzet van, tessék szíves ennek megfelelően az elkövetkezendő időszakra koncentrálni. És most egy kicsit megváltozott környezetben nézzük végig, hogy nagyjából hogy alakul a 2016-os év. Mit lehet alapvetően tudni? Ugye az úgynevezett lassú bolygók, amelyekről már beszéltem, azok nagyjából egyetlen kivétellel végig ugyanabban a jelben fognak mozogni. Az Uránusz a kosban, a Szaturnusz a nyilasban, a Neptunusz a halakban, a Plutó a bakjelben, egyedül a Jupiter az, ami majd az év folyamán átmegy a mérlegbe. Mit jelent ez számunkra? Mindenféleképpen azt jelenti, hogy évek óta, és még továbbra is, a szabadság és a szabadosság kérdése kerül előtérbe. Az Uránusz ugyanis a kos jelben jár, ami az hagyományok szerint az állatöv első jele,
és ilyen értelemben az úgynevezett mundán egyes házban járt. Tehát a világot, mintha egy egységnek fogjuk fel, akkor a világ jelen pillanatban forrong. Forrong, és a szabadságot keresi, és a szabadság érdekében képes bármilyen határt ledönteni. Ez az év, 2016, továbbra is így lesz, tehát ebben változás nem fog történni. A másik izgalmas kérdés, hogy a Plútó, amely már évek óta az Uránusszal nehéz fényszögben van, az a bakjelben jár. A Plútó az átalakulások, átváltozások, amikor a dolgok fenekestül felfordulnak, annak a szimbóluma. És a bakjel az úgynevezett mundán asztrológiában a tizedik a sorrendben, és mint a tízes ház a vezetést, a vezetőket, az útirányt, a hajó orrát jelképezi. Tehát ez azt jelenti, hogy a világnak össz szempontból egy új utat kell találni. Jelen pillanatban továbbra is azt mondhatjuk, hogy a világ forrong, vannak alternatívák, vannak feltételezések, de ez az úgynevezett új út, vagy új útirány még mindig nem jött elő, vagy legalábbis az nem jött elő, ami elfogadható lenne mindenki számára. Tehát mondhatjuk azt, hogy a helyzet bizonyos értelemben forradalmi, vagy ha még súlyosabban akarjuk fogalmazni, akkor háborús, hiszen amikor az emberek nem tudják, hogy hogyan tovább, és azt érzik, hogy egyre romlik, vagy romlanak a lehetőségeik, akkor valójában eljutnak egy olyan felismeréshez, hogy nincs veszteni valójuk. Tehát az életben tartás ösztöne, az élet ösztön, az sok mindenre elragadtathat, nem egy-két embert, hanem milliókat. Nos, ez az alaphelyzet. Ezt valamelyest fékezni fogja majd a Szaturnusz, de az év második felében, amikor a nyilasban végre előre megy annyira, hogy úgymond az Uránusszal kezd egy harmonikusabb fényszögbe kerülni. A Szaturnusz a nyilas jelben, a 9. jelben jár, ami azt jelenti, hogy újra kell fogalmazni az élet értékrendjét. És ez nem csak nekem, vagy Kovács Jánosnak, hanem valójában Kuala Lumpurban lakó kedves embertársunknak is, tehát bárhol a világon az új értékrendet kell megtalálni. És mindig arra gondoljunk, hogy az egy dolog, hogy esetleg egyesek megpróbálnak mások számára új értékrendet találni, arra mindenkinek magában, egyes szám első szemében kell áment mondani. Na itt most még egy hatalmas káosz van, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Neptunusz, amely a halak jelben jár, és amely ilyen értelemben úgy is mondhatjuk, hogy a saját jelében van, és misztikus értelemben úgy fogalmazhatjuk, hogy az unió misztika, tehát az egyesülés az Istennel, egyesülés a teremtéssel, egyesülés az önvalóval, ezek nagyon szép fogalmak, de itt jelen pillanatban egy teljes kaotikus helyzet van. A feltétel nélküli szeretet szimbóluma az találkozik az úgynevezett ego határokkal. Tehát egymást a föld nemzetei, népessége nem tudják még megölelni, nincsenek abban a fejlettségi állapotban, hogy a végtelen szeretet legyen úrrá minden egyes ember tudatán. Ennek következtében a korlátok, az elhatárolódás jelentkezik. Ráadásul, mivel a nyilas jelben jár a Szaturnusz, ott a nyilas negatív értelemben hajlamos arra, hogy vannak az elsőrendű állampolgárok, és vannak a másodrendű állampolgárok. Tehát ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk esetleg magunkat feljebb tolni, úgymond a ranglétrán, vagy feljebb helyezni az értékrendben, a fontossági sorrendben, és más embereket pedig hátrébb helyezni ebben a fontossági sorrendben. Tehát jelen pillanatban ez megint egy nagyon komoly probléma, és különösen azt mondhatjuk, hogy nagyjából az év körülbelül augusztus hónapjáig ez izmosan áthatja
a mindennapjainkat, ez a fajta gondolkodás, ez a fajta hozzáállás. Nem hiszem, hogy nagyon kellene magyaráznom, hogy itt van például csak ez a drága jó Európai Unió és annak a 28 tagállama. A 28 tagállamból hát nagyon sokan, nagyon sokféleképpen gondolják, hogy hogy kéne tovább lépni. Ugye továbbra is itt van ez az úgynevezett bevándorlási válság. Ez a bevándorlási válság, ez nem oldódik meg. Ez továbbra is fennmarad, és sajnos el kell majd jutni valószínűleg odáig, hogy nem marad más hátra, mint egy nagyon-nagyon határozott fellépés. Ez a nagyon-nagyon határozott fellépés, ez nem zárja ki a fegyveres konfliktus lehetőségét. Ezt ugyanis a hagyomány, a Kosjelet violens bolygónak nevezi, és violens, tehát úgynevezett erőszakos égitest többek között a Mars, meg az Uránusz. Az Uránusz pedig jelenleg a Kosban van. Ez tehát azt jelenti, hogy amerre éppen az égen a Mars jár, úgy festi át a Kosjelet. Vannak békésebb időszakok, és vannak békétlenebb időszakok, tehát ahogy a Mars fog majd mocorogni, úgy lesz az erőszaknak is nagyobb jelentősége, vagy kevésbé. De összességében a feladat, a probléma az itt van. Ezzel az egész helyzettel mindenkinek magában kell valamit kezdenie. Nem lehet azt várni, hogy majd helyettem a Kovács Barnabás eldönti, hogy mi a megoldás. Nincs ilyen. Minden egyes embernek saját magában kell ezeket a dolgokat végig gondolni. Azt én elfogadom, hogy a gyakorlatban ez nincs így. Az emberek milliói úgynevezett, csak mencsvárakat várnak, hogy majd valaki megmondja, hogy mi lesz a megoldás. Sajnos az a helyzet, hogy ez jól látszik a világban, hogy a vezetők jelen pillanatban nagyjából a hottentottizmus környékén járnak. Tehát nem tudnak igazán megoldásokat adni. És persze hozzá kell tegyem, hogy lehet, hogy a mi elvárásaink, tehát úgymond a közember elvárásai túl nagyok. Hiszen ahhoz, hogy egy vezető valódi megoldásokhoz jusson el, ahhoz egy spirituális szinten kellene lenni. Legalább olyan szinten kellene lenni, mint valamikor volt az egyiptomi fáraó. Tehát aki most nincs egy ilyen vezetői helyzetben, egy ilyen spirituális helyzetben, hát kérem szépen, az ugyanúgy egy egyszerű közember, csak éppen bekerült egy pozícióba. Egyáltalán nem biztos, hogy megvan az a fajta belső küldetés tudata és az a fajta belső spirituális szellemi tudása, bölcsessége, ami egy ilyen helyzethez szükséges. Utoljára hagytam a Jupitert, amely a szűzjelben áll, és a jogot, a törvényt, az igazságot képviselve a lehető legrosszabb helyen áll. Hát megint azt hiszem, hogy az, aki egy kicsit körülnéz, az nagyon jól látja, hogy jelenleg a jogszabályok, a törvények megcsúfolása folyik. Számtalan jogszabályt elfogadtak emberek, ezeket a jogszabályokat be kellene tartani, ezek a jogszabályok nincsenek betartva. És ez, hát gondoljunk csak bele, hogy ugye most itt január elején veszem fel ezt az anyagot. Milyen dolog az, hogy Kölnben szilveszterezni a hölgyek nem szilveszterezhetnek nyugodtan? Milyen dolog az, hogy én is meg fogom gondolni, hogy az elkövetkezendő egy évenben lesz-e úti célom a Német Szövetségi Köztársaság? Hiszen valójában Németország jelen pillanatban nem egy biztonságos hely. Lehet, hogy más azt mondja, hogy az, bocsássanak meg. Én 63 évesen a saját élményeimmel, tapasztalataimmal azt mondom, hogy nem az. A fenének van kedve esetleg a feleségével kimenni, hogy esetleg egyesek megfogdossák a feleségem fenekét, és akkor még jó helyzetben vagyunk, ha csak ennyi fog történni. Tehát, bocsánat, Németországban nincsenek törvények? És ezeket a törvényeket nem kellene betartatni? És kik nem tartják be? Na hát ezek a nagy kérdések, és ezekre kellene itt válaszolni mindenkinek, külön-külön. Nos, nézzünk még meg egy nagyon lényeges aspektust, ami március 20-ától lesz aktuális.
ez pedig az, hogy nagyon érdekes helyzet van. Ugye azt mondtam, hogy az Uránusznak az uralkodó bolygója, mivel a Kosjelnek az uralkodó bolygója a Mars, ezt mondja az asztrológiai hagyomány, még izgalmasabb és érdekesebb az, hogy a régi káldeusi hagyományok alapján megvan, hogy az egymást követő évek mely bolygó alá tartoznak, mely égitest úgymond szimbolikus uralma alá tartoznak. Na most március 20-ától a Mars éve kezdődik. Ez pedig azért érdekes, mert meg kell nézni, hogy március 20-án hogyan áll a Mars az égen, és az dönti el, hogy egész évre nézve a Mars hogyan jelenik meg. Megmutatom önöknek ezt a horoszkópot. Az a helyzet, hogy a nyilas elején áll a Mars, közeledő együttállásban a Szaturnuszhoz, egy viszonylag tág, de mégiscsak derékszögben a Vénusz-Neptun együttálláshoz. Hát ez tragikomikus. Ugyanis ez azt jelenti, hogy mindaz, amit itt az előbb elmondtam, ez még a Mars által is úgymond alátámasztódik. A nagy veszély az, hogy akár a törvények betartatása szempontjából túlzásokba is át lehet esni, úgy is mondhatnám, hogy kétféle túlzásba. A vagy nem csinálunk semmit, vagy a túl méretezzük azt, amit csinálunk helyzetébe. És akkor még ebbe benne van egy nagyon-nagyon komoly és nagyon nehéz állás, hogy a Mars és a Vénusz derékszögben állnak. A Vénusz az érzelmeket jelenti. És a Vénusz az a nőket is jelenti. Hát a nőknek nem lesz könnyű ebben az évben. Össznépi szinten nem lesz könnyű. Nyilván a menekülő hölgyeknek pláne, de azoknak a hölgyeknek sem, akik teszem azt mondjuk Németországban továbbra is nyugodtan szeretnének az utcákon sétálni. És még tovább gondolhatjuk ezt a kérdést. Tehát hogy állunk már megint az úgynevezett szeretet kérdésével, hiszen mint látjuk, a Vénusz és a Neptun együtt állnak a halakban. Mi akadályozza meg, hogy ez a szeretet működhessen? Hát az akadályozza meg, hogy nekünk különböző céljaink, elképzeléseink vannak, amelyek most köszönő viszonyban nincsenek ezzel a témával. Ez ugyanis a nyilas Mars és Szaturnusz. Most fellapozom a naptárba, és megmondom, hogy pontosan mikor fog átmenni a Jupiter a mérlegjelbe. Az ugyanis a helyzeten valamit enyhíteni fog, ez pedig szeptember első hetében teszi a Jupiter. Tehát ez azt jelenti, hogy addig nekünk bizony várni kell, mert a Jupiter addig bizony a szűzben fog járni, és addig a jog az sír. A jog, az igazság, az sírva fakad. Még annyit elmondanék, hogy egy kifejezetten nehéz időszakot, amelyet már szintén említettem, még háttérben a havazás képpel, a május-június hónapban, amikor a Szaturnusz, Jupiter, Neptunusz egy teljes kvadrátos szembenállásban van, tehát egy teljes derékszögű, tehát egy T alakot képzeljünk el, azt akkor a nap és a úgynevezett gyorsabb égitestek azt kiegészítik, és ennek következtében egy teljes derékszögű, ezt úgy hívjuk az asztrológiában, hogy egy átfutó kvadrát, egy nagy négyszög látszik az égen, irgalmatlan nehéz. Valójában a hagyomány azt mondja, hogy ennél nincs nehezebb úgynevezett fényszög, konstelláció, és ez kifejezetten a május és június hónapra mutatja ennek a helyzetnek a kulminálását. Mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet kívánok, és továbbra is tartsuk szem előtt az egyéni értékeket. Jó lenne, ha elgondolkoznánk azon, hogy mit jelent számunkra ez a kifejezés, hogy erkölcsös élet. Ha elgondolkoznánk azon, hogy az én szabadságom az nem korlátozhatja egy másik ember szabadságát, és fordítva sem, egy másik ember szabadsága sem korlátozhatja az enyémet. Tehát ha ide migráns ezreket vagy milliókat engedünk be, akkor arra figyelni kell,
hogy eredetileg ezeknek az országoknak mi vagyunk a lakói. És ha mi vagyunk a lakói, akkor ugyan nehogy már azok mondják meg, hogy minek kell itt történni, akiket vendégül látunk. Vagy ne adj Isten, ők nem veszik figyelembe a mi gondolkodásunkat, kultúránkat, vagy nem veszik figyelembe a mi törvényeinket, jogszabályainkat. Megint eljutottunk oda, nincs elsődleges állampolgár és másodlagos állampolgár. Ha idealistán közelítünk ehhez, és elfogadjuk, hogy a teremtésben Isten minden egyes emberbe belelehelte a lelkét, akkor mi emberek Isten szemében egyenlőek és egyenlően szerethetőek vagyunk. A másik eset, ha nihilben gondolkozunk, akkor pedig innentől kezdve kimehet mindenki az utcára, és a másik emberbe beleszúrhat egy kést, hogyha éppen nem tetszik neki. Hát el kell azon gondolkozni, hogy most miről van szó. Anarchiáról, vagy egy belső tudatosságról, biztonságról és az emberek egymás iránti tiszteletéről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!